Szabó Petrának köszönhetően egy újabb Neville anyagot hoztam nektek, aminek a címe A képzelet teremti a valóságot. Fogadjátok szeretettel! 5. rész. Belső párbeszédek. Mindannyian beszélünk magunkban mentálisan éber állapotban. Belső párbeszédeinknek illenie kell a beteljesült vágyhoz, ha meg szeretnénk valósítani azt. Ha jobb állásra vágyunk, és elképzeljük, hogy gratulálnak nekünk, amiért egy csodálatos, jövedelmező helyen alkalmaznak minket, akkor a belső párbeszédeinknek is meg kell felelniük ezen célkitűzésnek. Biztosnak kell lennünk abban, hogy nem mondunk magunkban olyasmiket, mint a főnököm nem szokott senkit előléptetni, vagy az én koromban nehéz bármilyen munkát találni, jobbról már nem is álmodok, vagy ezekhez hasonló kijelentéseket, melyek azt jelentenék, hogy nem rendelkezünk azzal, amire vágyunk. Meg kell maradnunk az elképzelt jelenethez társuló érzésben úgy, hogy a mentális beszélgetéseinket hozzáigazítjuk ahhoz, amit a célunk megvalósulásakor mondanánk. Ha például szeretnénk egy új autót, elképzelhetjük, hogy az új járgány a garázsunkban parkol, hogy a barátunk csodája, vagy hogy épp vezetjük. Ezután a belső párbeszédeinknek tükrözniük kell azokat a beszélgetéseket, amiket akkor folytatnánk, ha valóban egy új autó tulajdonosai lennénk. Például elmesélhetjük a barátunknak, hogy milyen takarékos az új autónk üzemanyagfogyasztása, és áradozhatunk arról, hogy mennyire kényelmes benne utazni, stb. Belső párbeszédeink ugyanúgy teremtő erővel bírnak, mint a szándékos képzelődéseink a vágyunk beteljesüléséről. Valójában, ha ellentétes természetűek, elutasíthatják azt, amit elképzeltünk. Figyelned kell arra, hogy mit mondasz a fejedben. Meg kell bizonyosodnod róla, hogy ezek a belső párbeszédek összecsengenek a vágyad beteljesülésével. Ha észreveszed, hogy ezek a belső párbeszédek ellentmondanak annak, amit el szeretnél érni, akkor módosítsd őket úgy, hogy azt a nyomvonalat kövessék, miszerint már megvan, amit akarsz. Vagy már az a személy vagy, aki lenni kívánsz. A múlt átírása. A jelenlegi világod annak összességét tükrözi, amit magadról és másokról igaznak hiszel. Aminek ma magadat képzeled, az előre megy, és a jövőben szembe fogsz találkozni vele. Ha elfelejtetted a múltbéli elképzeléseidet, akkor az, ami a mostani világodban megjelenik, megmutatja, hogy milyen magokat vetettél el korábban. A vágyad beteljesülésének előfeltételezésével megidézed a képzeletet teremtő erejét, hogy behozza a világodba azt, amit meg szeretnél tapasztalni. A múlt átírásával megváltoztathatod a korábbi gondolatok és meggyőződések következményeit. Ha például egy olyan állásinterjún voltál, ami után valaki más kapta meg azt az állást, amire te igazán vágytál, akkor képzeletben átírhatod úgy a híreket, hogy azok megfeleljenek annak, amit hallani szerettél volna. Ha a lehangoltság érzésével vagy bármilyen más negatív hozzáállás felöltésével reagálsz, akkor a jövőben ugyanilyen elutasítást fogsz megtapasztalni. A reakcióid, akár pozitívak, akár negatívak, teremtik meg a jövőbéli körülményeket. Képzeletben hallhatod a gratulációkat, amiért új, csodálatos állást kaptál. Ez az elképzelés előre megy, és a jövőben összetalálkozol ezzel a kellemes történéssel. Amikor áttekinted a napodat, fontos, hogy minden negatív reakciót átdolgozz, és úgy emlékezz azokra a pillanatokra, mintha úgy alakultak volna, ahogyan szeretted volna. Ne úgy tárold el őket az emlékezetedben, ahogyan történtek. Az, amire átérzéssel gondolsz, tényleges valóság. Amit a fizikai világban tapasztalsz, csupán árnyék, amely a képzeletbeli valóságot tükrözi. Ezért, amikor átdolgozol egy beszélgetést, egy kellemetlen élményt vagy egy tulajdonságodat, szó szerint megtapasztalod azt a valóságban, a tudatosságodban. A külvilág a belső világ késleltetett tükröződése, és egy olyan térbeli dimenzióra korlátozódik, ahol az események időbeli sorrendben történnek. A múlt átírása ténylegesen megváltoztatja a múltat. Az átírt jelenettel helyettesíti azt, ami a külvilágban történt. Az átírt jelenet ezután úgy fejti ki a hatását, hogy elindul, hogy megváltoztatja a jövőbéli eseményeket. A múltbeli sérelmeken és fájdalmakon való rágódás egy olyan ördögi kört hoz létre, amely megerősíti ezeket a negatív érzelmeket.
A kört megszakíthatod azzal, hogy most nekiállsz átírni azt, amit többé nem szeretnél fenntartani a világodban. A múlt átírásával megszabadulhatsz bármilyen következménytől, amely a jövőben várna rád. A jövő átírása valóban az a kulcs, mellyel kinyithatod azokat az ajtókat, melyek fogva tartottak egy bizonyos állapotban. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Róma 12.2. Tudat állapotok. Minden állapot létezik, és a teremtés stabil részeit képezik. Bárki tudatosan beléphet bármely kíván állapotba, ugyanakkor véletlenül, öntudatlanul is elmerülhet benne. Életed során különböző állapotokba lépsz be. Általában a vágy az, ami arra ösztönöz minket, hogy valamely állapotból egy magasabb szintre emelkedjünk. Mivel az állapot önmagában teljes és egész, amikor belépünk egy állapotba, kénytelenek vagyunk az adott állapot által diktált módon viselkedni. Például a szegénység állapotában állandóan pénzhiányban találnánk magunkat. Nehezen jönnék ki a fizetésünkből, és nem élvezhetnénk luxus körülményeket. Hiába kapnánk sok pénzt, ha a szegénység állapotában maradunk, vagyis a tudatunkat a hiány és korlátozás gondolataival töltjük meg, hamarosan ismét pénzszűkében találnánk magunkat, és ugyanazokat a nehézséget tapasztalnánk meg, mint az előtt. Ennek az ellenkezője lenne igaz, ha a gazdagság állapotában merülnénk el. Amikor egy bizonyos állapotban vagyunk, csak annak az állapotnak a tartalmát látjuk, és arra kényszerülünk, hogy az állapotnak megfelelően cselekedjünk. Az egyes állapotokban bizonyos dolgokat hiszel igaznak, és nehezen értesz meg más nézőpontokat. A szegénység állapotában könnyű a gondolataidat a napi betevő, a ruhák és a fedél biztosításának problémájára fókuszálni. Amikor sikerül kilépned ebből az állapotból, akkor már nem találod nehéznek az előbbi dolgok megszerzését. A legtöbb ember az eféle változást a körülmények szerencsés megváltozásának tulajdonítja. Azonban, ha nem emelkedsz ki a szegénység állapotából, a megváltozott körülmények nem lesznek maradandók. Ha képzeletben egyik állapotból belépsz egy másikba, azzal automatikusan változást idézel elő a külvilágodban. A Bibliában megszemélyesítették a különböző állapotokat, és ezeket az állapotokat a Mózes, Noé, Jób, Péter, András és Jézus nevekkel illették. Földi utazásunk során belépünk ezekbe az állapotokba, és megtapasztaljuk mindazt, amit kínálnak. A legvégső állapot, amibe belépünk, a krisztusi tudatállapot. Ebben az állapotban tudatára ébredünk annak, hogy mi Isten, az Atya vagyunk. És van egy gyermekünk, akit a Bibliában Dávid szimbolizál, aki az egész emberiség megszemélyesítője. Az utazás Ádámmal kezdődik, aki álomba merült, és az élet álmát álmodta. Számtalan állapotba lépett be, hogy szert tegyen azokra a tapasztalatokra, amelyek szükségesek a felébredés előtt. Amikor eléred a krisztusi szintet, vagyis belépsz ebbe az állapotba, Istenként ismersz magadra, és ezzel teljessé válik az utazásod a múlandóság világában. A színdarab. Ahogy Shakespeare mondta, színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép, és mindenkit sok szerep vár életében. Ez a világ, ami olyan valóságosnak tűnik, épp úgy álom, mint az az álom, amit alvás közben látunk. Ébrenlétünk alatti álmunk azért tűnik valóságosnak, mert folyamatos, míg az éjszakai álmaink véletlenszerű eseményei ismeretlen környezetben és helyzetekben zajlanak. Isten az álmodó, aki létezésbe álmodik egy színdarabot, és Isten maga játszik benne minden szerepet. Mindenki, aki megjelenik a világodban, hogy eljátszon egy bizonyos szerepet, maga Isten. Senki sem jöhet hozzám, ha csak én nem hívom őt. Mindannyian a magunk forgatókönyvét írjuk. Ha elégedetlen vagy a színdarabbal, a te feladatod a forgatókönyv átírása, hogy megfeleljen az elképzeléseidnek. Nem követelhetjük a színdarabban szereplő színészektől, hogy változtassák meg az általuk megjelenített karaktert. Minden változásnak a szerző tudatában kell megtörténnie. Ha valaki bosszant vagy irritált téged, az adott illetőnek nincs más választása, mint eljátszani azt a szerepet, amit ráosztottál az általa írt forgatókönyvben.
Semmit sem tehetsz külsőleg, hogy változást idéz elő a másik emberben. Az átírás művészetével viszont megváltoztathatod a párbeszédeket, a nem kívánt tulajdonságok helyére szimpatikus tulajdonságokat ültethetsz, és boldog befejezést írhatsz. Amikor objektíven kezded szemlélni ezt az ébrenléti álmot, meggyőződhetsz afelől, hogy te magad írtad a színdarab kellemes és kellemetlen jeleneteit is. Radikálisan megváltoztathatod a színdarabot a képzeletet teremtő módon való használatával, annak előfeltételezésével, hogy a vágyad már teljesült. Naponta módosíthatod a forgatókönyvet azáltal, hogy átírod a nem tetsző jeleneteket. Aki ma bántott téged, holnap már nem cselekszik így. Ha olyan párbeszédet írsz, amelyet hallani szeretnél, és képzeletben megváltoztatod az illető szerepét. Amikor ráébredsz, hogy Isten vagy, te vagy az Atya, csodálatos színdarabok szerzője, meg fogod érteni, hogy mindenkit sok szerep vár életében. Nagyon örülök és köszönöm, hogy végighallgattad ezt a fejezetet. Természetesen a lájkok és a csodálatos köszönő hozzászólások Petrának is szólnak. És ezen felül, hogyha úgy érzed, hogy szeretnéd támogatni a munkámat, azért természetesen nagyon hálás vagyok, és cserébe több meglepetéssel is készültem. Erről bővebb infót találsz a leírásban található linken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és várlak vissza a következő fejezetben, vagy pedig ha az utolsó fejezet végén hallgatod, akkor pedig a következő könyvben. Csodás napot kívánok neked! Hello!